pár hónap ezelőtt, amikor elkezdtük tervezni ezt a rendezvényt, akkor nagyon sok szempontrendszert kellett figyelembe venni, hogy kiválasztuk ezt a helyszínt. Nem egy rendezvényhelyszínt kerestünk elsősorban. A kollégáim sok tonna terméket, árut és bemutatóanyagot hordtak ide. Ennek a logisztika is egy nagyon nagy kihívás volt. Flor Expo sikerén felbuzdulva Szautner Csai barátom kitalált, hogy akkor csináljuk meg a következő fontos termék vonalnak, illetve termék kategóriának az expóját, a szigetelés expót. Fontosabb az volt, hogy megmutatni azokat a technológiákat, amelyek most a piacon működnek, és hogy azt megmutatni elsősorban, hogy melyik technológia hova alkalmas, melyik technológia pedig hova nem alkalmas. Célcsoportunk az a tervezők, szaktervezők és a szakkivitelezők elsősorban, de emellett a generál kivitelezőkre is számítottunk és számítunk. A nap során 4 blokkban tartunk gyakorlati bemutatókkal összekötött előadásokat, délelőtt, délután 2-2. És azért, hogy menet közben ne kelljen a színpadokat átrendezni, ezért a délelőtt és a délutáni előadásokhoz is 2 külön színpadot állítottunk össze. Abszolút fontosnak tartom a személyes kapcsolattartást a kivitelezőkkel, hiszen egymástól tanulunk. Tehát ő általuk ismerjük meg azokat a problémákat, azokat a kihívásokat, amire mi gyártó, a mi termékfejlesztéseinkkel tudunk válaszolni. Ebben az évben mi azt tapasztaljuk, hogy a magyar építőipar az egyre több gépet vesz föl, tehát egyre inkább hajlanak a gépesítésre. Az, hogy a tervezők ezeket a technológiákat mennyire veszik figyelembe, reméljük minél jobban, mert minél jobban figyelembe veszik a MAPEI új technológiáit, akkor a mi gépeinknek is egyre jobb szerep jut az építőipari kivitelezés során. Azért jöttem el, mert ugye több mint 10 éves kapcsolatom van a MAPEI-jal, illetve a cégnek, mint kivitelezőnek, és minden ilyen alkalmat kihasználunk arra, hogy megismerjük az új technológiát, az új anyagot, az új műszaki fejlesztéseket. Szeretek ezekre a rendezvényekre eljönni, mert a szakmának a fejlődését nyomon kell követni, és a MAPEI mindenféle udvarlás nélkül ennek az egyik élharcosa. Komoly vegyészeti gyár létéből adódóan oda tud mindenre figyelni, hogy mi a piaci igény, és nagyon jól tudja kiszolgálni a kivitelezőket. Az egész cégcsoportnak és a MAPEI Kft.-nek is nagyon fontos jelszava és a zászlóra ki van tűzve most már talán 20 éve, az a fenntartható fejlődés, a környezet és az egészség tudatosság. Igyekszünk is kommunikálni azt, hogy az emberek figyeljenek arra, hogy milyen termékeket használnak, hogy olyan technológiát használnak, amik nem kell többet megismételni, hogy hallgassák meg a szakembereket, akik kiviteleznek, illetve akik gyártanak, hogy mit javasolnak. Ne az legyen előttük, hogy most összekeverek dolgokat és olcsón, hanem hogy jól, amennyire lehet a legkedvezőbb áron, de úgy, hogy az hosszú távon működjön.